A pandémia alatt is volt egy-egy előadás a Váci Mihály Kulturális Központban, de ezeket csak elvétve félházzal tudták megszervezni. Most azonban újra kezd visszatérni az élet a kulturális rendezvények területére is, így már magabiztosan ki tudott adni az intézmény egy programfüzetet a tavaszi szezonra. Az első előadás most szombaton a Miniszter félrelép című darab, és már biztosan teltházas, sőt pócékes lesz. De más közönség kedvenc is színpadra áll majd, fellép például Halász Judit és Csík János is. Szentpéteri Csilla is volt már itt egy adventi koncerttel, akkor is fantasztikus sikert aratott, teljesen teltház volt, és most például Csilla is elhozza a Szentpéteri Csilla bandet, illetve egy sztár vendéggel, Vastag Csabával kiegészülve, aki úgy gondolom Nyíregyházán, Szabolcs megyében is nagyon sok rajongója van, illetve egy fantasztikus Amerikában is bemutatott látványvilággal tér ide vissza Nyíregyházára, tehát hasonló, de mégis teljesen más koncertélménnyel gazdagodhatnak, akik eljönnek majd arra az estére. A program sorozat február 19-től júniusig tart. A szervezők azt vallják, a testi-lelki egészség visszanyerésének legjobb gyógymódja az élményszerzés, és a kultúra ebben sokat segíthet, ahogy a szervezőknek, úgy a nézőknek is. A pandémia megjelenés előtt ez a program sorozat ez nagyon népszerű volt itt a Váci Mihály Művelődési Központban, mert ez egy olyan sorozat, amely többféle művészeti ágat képes megjeleníteni, a zenétől kezdve a színdarabokon keresztül, mondjuk egy Halász Judit gyermekeknek szóló produkciónán át. Ez egy olyan dolog, ami a közkultúrát itt nagyon jól közvetített egy biztonságos, szép környezetben, jó térben. Nagyon sokan is jártak, és megpróbál a Váci Mihály Művelődési Központ visszakapaszkodni a 2019 előtti szintre. Mindezt ráadásul úgy, hogy nem emelnek a már jól megszokott jegyárakon. A programok részletes listája megtalálható a Váci Mihály Kulturális Központ megújult honlapján, a vmkk.hu oldalon.